Üdvözlünk mindenkit legújabb műsorunkban, ami szokás szerint egy hírösszefoglaló, csak ezúttal a 27. hét történéseit fogjuk tárgyalni két adásban. Reméljük, ezúttal is jól fogtok szórakozni. Lindsay Lohan végül csak beváltotta a tavaly decemberi fenyegetését és beperelte a Rockstar Games-t, mivel szerinte engedély nélkül használták fel az arcát a Grand Theft Auto 5-ben. Elmondása szerint összesen három esetben éltek vissza küllemével, az egyik küldetésben egy Lacey Jones nevű színésznőt kellett a játékosnak kimenekíteni a lesi fotósok elől, egy másik küldetésben egy vörös hajú celebet kellett fotóznunk a Chateau Marmont Hotel fiktív változatában, ahol egyébként előszeretettel pihenget a művésznő is, végül pedig a hangját is hallani vélte a játék végigjátszása során. A Respawn Entertainment alapítója Vince Zampa elárulta, hogy még két fizetős DLC-re lehet számítani a Titanfall kapcsán. Az egyik 3 hónapon belül érkezhet, míg a másikra évvégéig kell várniuk a játékosoknak. Természetesen a korábban bejelentett ingyenes frissítések sem fognak megállni. A Polyphony Digital fejese Kazunori Yamauchi elárulta, hogy akár már jövőre megjelenhet a Gran Turismo 7, bár ezt még azért senki se vegye biztosra. A játékban egyébként vissza fognak térni a standard kocsik is. A Redfred Games bejelentette, hogy az első tervek szerint epizódikus formában jelenik majd meg a Kickstarteren taroló Dreamfall Chapters. Ragnar Thornquist elárulta, hogy 5 részre osztják fel a kalandot, az első epizódot pedig össze szeretnék megjelentetni Dreamfall Chapters Book 1 Reborn címen. A legújabb firmware frissítésnek köszönhetően már vezeték nélkül is használható a DualShock 4 a PlayStation 3-on. Sajnos azonban van rossz hír is, mivel a rezgés és a mozgás érzékelés továbbra sem működik. Japánban már egy ideje elérhető a Natural Doctrine, ami szeptember 19-én mifelénk is megjelenik, méghozzá PlayStation 3-ra, PlayStation 4-re és PlayStation Vita-ra. A taktikai RPG nem fogyott olyan jól a Szigetországban, de a kiadó reméli, hogy Európában jóval nagyobb sikerrel járnak majd. Újabb látnivalók érkeztek a Kickstarteres pénzből készülő Mighty No. 9-ból, aminek főhőse egy Beck nevű android lesz, akinek le kell győznie a vírustól megzavarodott társait. A játék 2015 tavaszán jelenhet meg PlayStation 3-ra, PlayStation 4-re, Xbox 360-ra, Xbox One-ra, Wii U-ra, PC-re, PlayStation Vita-ra és 3DS-re. Újabb szimulátor landolt a Steam Greenlighton. A Grass Simulatorben nem meglepő módon egy füves mezőn kalandozhatunk kedvünkre dinamikus fákkal és időjárással megspékelve, miközben még pár legelésző tejgyárba is belefuthatunk. Ja igen, kapunk multiplayert is, és még lövöldözhetünk is, mert az király! Július 3-án jelenik meg 3DS-re a Squid's Odyssey, aminek érdekessége, hogy ez lesz az első olyan játék a Nintendo konzolján, ami cross-buy rendszert használ, azaz elég egyszer megvenni és a Wii U-s kiadást ingyen megkapjuk. Ami viszont furcsa, hogy egyelőre csak Európában működik a dolog, ráadásul visszafelé nem, azaz mindenképp a 3DS verziót kell bezsákolni. Escape Dead Island címen érkezik spin-off a Dead Island szériához, amiben ezúttal lopakodnunk kell. A sztori központú játékban Cliff Callot, egy média császár elkényeztetett fiát fogjuk alakítani, aki épp igyekszik leleplezni az igazságot a Benoi fertőzésről. A szigetet kedvünkre felfedezhetjük majd, de idővel a saját démonainkkal is meg kell küzdenünk, miközben kiderül pár igazság a vírus eredetéről is. Már Steamen is elérhető a Crytek free-to-play lövöldéje a Warface, amivel a cég igyekszik kicsit kilábalni a mostanság pletykált csődhelyzet árnyékából. Reméljük sikerül nekik, a játék pedig bőven megér egy próbát. A CD Projekt Red bejelentette, hogy már készül a The Witcher Battle Arena, ami tulajdonképpen egy free-to-play MOBA lesz az univerzum karaktereivel, méghozzá mobilokra. A lengyelek elmondták, hogy nem pay-to-win játékot terveznek, ha valódi pénzt költenénk, akkor csak a fejlődésünket gyorsíthatjuk fel, na meg persze új ruhákat vásárolhatunk. Az Electronic Arts és a Visceral Games bejelentette, hogy a Battlefield Hardline bétáját követően változásokat eszközölnek a játékon, méghozzá csak azért, hogy mi játékosok jól érezzük magunkat. A készítők célja, hogy folyamatosan kövessék a visszajelzéseket és azok alapján javítsák a játékukat. Ennek hála gyorsítottak a futási sebességen, pár járművet gyengített pontokkal vérteztek fel, de még az újraélesztő injekció hatékonyságán is faragtak egy kicsit. Műsor záró álhírünkben pedig ezúttal arról számolhatunk be, hogy Lindsay Lohan után mások is beperelték a Rockstart, mondván a megkérdezésük nélkül szerepeltették őket a GTA-ban, vagy ha nem is név szerint tűntek fel, utaltak rájuk elég erőteljesen.
A legérdekesebb mindközül valószínűleg a Csepp névre hallgató Rottweiler, akivel már peren kívül meg is egyeztek, ami nem csoda, hiszen csak pár jutalomfalatot akart kisajtolni a srácokból. A kutyus egyébként a való életben is egy kemény arc, gazdáját már többször kimentette a haláltorkából, bár egyes pletykák szerint a szukáknak nem nagyon tud ellenállni. A kis kanos Blöki! Műsorunknak már is a végére értünk, de természetesen van folytatás, hozzuk azt is hamarosan, de addig is még élvezzétek a nyarat, amíg lehet. Figyelmeteket köszönjük, sziasztok!